Kóser zöldség, azaz teljesen rovarmentes brokkoli és karfiol, ezeket termesztik majd az egyelőre még épülő fóliasátrakban. A világon a legnagyobb kóser zöldségtermesztéssel foglalkozó területe vagy társasága leszünk gyakorlatilag. A termékeknek 100%-a külföldre kerül, túlnyomó többségében az Amerikai Egyesült Államokba és Izraelbe. Tehát itt egy olyan projekt kerül megvalósításra, ami nem csak Magyarországon, nem csak Európában, hanem a világon is szinte egyedülálló. A vezérigazgató hozzátette, fejlesztésük nem csak Kisvárdát érinti. Két projektről beszélünk, ugye maga a növényházi projekt 2 milliárd forintból épül meg, és épül a Fényes Nyitkai Ipari Parkban egy európai logisztikai központ, ami ugye Európának a kosher élelmiszer ellátásával fog foglalkozni, tehát a világ minden tájáról érkezik élelmiszer, és szórodik szét Európa minden országában, illetve azokban az országokban értelemszerűen, ahol van fizetőképes és számottevő kereslet, azaz a zsidó populáció nagy alapvetően. A projekt új munkahelyeket is teremt majd. A város számára egy stratégiai cél az, hogy munkahelyeket teremtsünk, és ez egy két ágon indult el jelen pillanatban, egy turizmus irány, a másik irány pedig nyilván olyan gazdasági lehetőséget teremteni, ahol ipari és mezőgazdasági termelés folyhat. Itt a mezőgazdaságról van most szó, egy olyan technológiáról, ami kóser növényeknek a termesztése fog majd folyni, és a másik nagyon fontos eleme a beruházásnak részemről, mint városvezető, hogy közel 200 embernek ad majd munkát, ha teljes egészében felépül. A fejlesztés a Teichmann telepen valósul meg, az itt található épületekben vallási ellenőröket szállásolnak majd el, ők felügyelik majd a brokkolik és karfiolok rovarmentességét. Valójában a világ legnagyobb karfiol és brokkoli termesztési központja jön létre, és azt gondolom, hogy egy területnek, ha valamiben a világon az első, az önmagában is jelentősége van. És kik segítenek? Hát önmagában a kormány, köszönjük nekik a támogatást, hiszen jelentős összeggel felismerve azt, hogy ez milyen fontos dolog, támogatja ezt a projektet. Maga az Agrorehab, aki kitalálta ezt az ötletet, és volt egy pályadottja, ugye ott Gyöngyös környékén is most a nagyot, a több mint 20 hektárt azt itt valósítja meg. Többek között a Baktalórendházi Mezőgazdasági Iskola végzős diákjai is csatlakoznak majd a projekthez.